A magyar futball összes csapatához hasonlóan március 16-án a Bozsik Akadémia együtteseinél is befejeződtek a közös edzések. Két hónapon keresztül egyéni edzésterv alapján otthoni környezetben készültek a játékosok, az edzők a fizikai feladatok mellett az elméleti képzésre is igyekeztek hangsúlyt helyezni, mellette tartották a kapcsolatot a szülőkkel is. Sem az edző, sem a gyerekek nem viselték könnyen ezt az időszakot, így minden körült, amikor május 14-én ismét elkezdődhettek a közös edzések. Azóta örökösföldön szinte folyamatosan foglaltak a pályák. Most minden csapatunk munkában van, az azt jelenti, hogy mind a 12 korosztályunk munkában van. Egy pályát kaptunk, azt oldjuk meg, okosan beosztjuk, egy nagyon picit csökkentettebbek az edzésszámok, de délutánonként 3 órától este 8-ig folyamatosan le vagyunk terhelve, vagyis át a pálya, és egészen június 19-éig tartjuk a foglalkozásokat. Utána kicsikkel még maradunk, mert 2 hétig ilyen nyári focitábort szerveztünk, és ez a stadionban még akár most is lehet jelentkezni. Folyamatosan indul június 22-én, 22-26 az első turnusú, és 29-től július 3-áig a másik, és majd nyáron július 13-án fogjuk újra kezdeni, az pedig már egy olyan 6-7 hetes felkészülést lesz az új bajnokságra. A Spari felnőtt keretében jelenleg 11 saját nevelésű játékos van, a cél pedig az, hogy az akadémiáról minél többen kerüljenek fel az első csapathoz. Most is oda került azokon kívül, a 2001-es fiúkon kívül a Trencsényi Bence, aki ugyanúgy 2001-es, de utolsó éves volt. Egyébként a Boda Balázs, a Matyi Zoli, a Szokolai Márk, ki ne hagyjak valakit. Ők ott vannak fönt a felnőtt csapatnál, és ott erősödnek. A Starosta Dávid és a Tóth Ádám, ők már régebben fent vannak. Őket nézi a mostani edzői stáb, és majd eldöntik, hogy kik azok, akikre igényt tartanak és maradnak. A többieket nagyon szeretnénk, hogyha a megyekettes csapatunkban még egy évet érlelődnének, és itt a felnőtt csapatnál tudnának továbbra is edzésre járni. Mint Németh Károly elmondta, az örökösföldre tervezett új edzőközpont hatalmas lehetőségeket nyit majd meg az akadémia előtt. Hosszú évek óta várunk erre, és nagyon valószínű, hogy egy másfél-két éven belül ez már most már valóság lesz. Ez annyiból megkönnyíti majd a helyzetünket, hogy a környékbeli, és úgy mondom, hogy egy ilyen 50 kilométeren belüli vonzáskörzetből szerintem nagyon sok gyerek fog jelentkezni. Nagyon sok kollega szeretne majd itt dolgozni, ami teljesen normális, és nekünk is magasabb lesz a léc, tehát minőségileg jobban kell dolgoznunk. Addig, amíg ez fölépül, addig azon kell munkálkodni, hogy minél komolyabb személyzeti állományt hozzunk létre, és a képzésünk hibátlan legyen. A következő szezonban a Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémia valamennyi korosztályos csapata a legmagasabb osztályban szerepel majd. A cél az lesz, hogy meghosszabbítsák élvonalbeli tagságukat. Az ifjúságok közül kiöregedő játékosokat foglalkoztató Spari 2 pedig egy osztálya feljebb lépve a megyei másodosztályban indul majd a 2020-21-es idényben.